Én nekem nagyon nem tetszik ez a hely. Nekem ez kicsit furcsa, hogy ott is mit csinál ez az ajtó? Meg itt a fal, a cső, nem is tudom, szegély. Mit csinálnak ezek itt? Ez furcsa. Szerintem itt valami démon van. Itt valami démon van, de hát a Lincoln Clay itt van, akkor a démon is simán kipurcanhat, mert nem annyira erős, mint egy Lincoln. De már megint össze-vissza beszélek, pedig el kellene kezdeni Mafia 3 végjátszás következő részt. El is kezdtem, de úgy értve valami normálisan valamit kihozni ebből. Na, hát ebből a bevezetésből már normális nem lett. Szóval inkább felrobbantom magamat siker dumó után. Na, 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 megyünk ma, na, megyünk ölni, na, megyünk, megyünk és akkor folytassuk ezeket a bántis, most nem folytassuk, hanem elkezdjük ezeket a bántis missionöket, amiket a Donovanos DLC-vel kaptunk. Lehet, hogy több lesz, mint egy, szerintem három lesz, hogyha ott van három vantage-es poszter, plakát, poszter. És gondolom, ezt is úgy kell, hogy élve. Nem azért vannak ott a cellák, hogy a hullát tegyük be, hanem élve kellenek ezek az emberek. Figyeljetek, amúgy egyébként ilyen nagy XXL-es inget csak a kínaiukba lehet kapni, mint ami a Lincolnon van szerintem körülbelül. Nekem is ilyen inget, nekem is fel kellett volna menni a Tony Montana-s inget E rész ünneplése kapcsán, de mindegy most már. És akkor most megnézem, egy dátumot nézek, szeptember 13 van vasárnap, mire felkerül ez a rész, lesz szeptember 15-16. Próbáltam azt megcsinálni, hogy ne laggoljon, de még, na, ez még most se sikerült. Remélem nem így lesz majd a Mafia Definite Edition-nél, hogy nem tudom beállítani azt, hogy ne laggoljon, pedig a gép meg lenne hozzá, of course. Van még 12 napom, hogy végigvigyük ezt a játékot. Kettő testvér van, meg Márkánó. Szerintem meg tudjuk ezt csinálni. És közben kaptunk egy Dart Gun-t. Ez biztos olyan, mint a... Oké, ez biztos olyan, mint a altató lövedék, vagy nem tudom, valami ilyesmi lehet. Oké. És akkor itt van Ray. Doubles. Itt meg van valami kis üzenetecske. Ilyen ródocska. Negyedik nap. Oké. Van még itt valami, amit fel tudunk venni? Annyira nem érdekes. De felveszek ezt a Dead Gun-t, hogy mi az, mi a picsa. Reméljük, hogy nem fogja, reméljük, hogy azért új cuccot azért fogunk kapni. Mármint olyan értelemben, az is kell. Ez is kell, hogy nem kell lecserélni mondjuk a hangtompítósat erre a Dead Girl-sra, hogy mi az, mert annak azért nem örülnék. Majd mindjárt szólunk itt a testvéreknek. Itt a Haiti testvéreknek jönnek. Olyan gyorsan szólnak, mint hogyha mit tudom én szólnék nekik. Amúgy közben kaptunk egy Dead Gun-t, és lecserélték a hangtompítósomat. Pont erről kalótyáltam egyébként, hogy ne cseréljék már le a hangtompítóst. Hát nem hiszem el. Ja, ez időre megy amúgy. Jó van, nem baj. Ez az, gyerünk. Na jó. Gyorsan akkor egy... Ha lenne egér, nézd meg a táhajt. Jó, nem tudtunk vásárolni. Bebugolt. Nagyon jó. Azért megyek ezzel a kocsival, mert nagy a csomagtartója. Majd Ray Duplus, hogyha mit tudjam én, van vagy 140 kiló, akkor is befér. Baby love, baby love. Ajajajajajajaj. Oké. És valahol itt kell lennie ennek a kis köcsögnek. Hoddogáros? No, no. Meg kell várni, hogy megjöjjön a Ray. Így van. Nagy munkás ember. Tüntetések. Fiatal asszony úgy néz ki, mint a öregek szoktak.
kinézni. Hol van? Négd, ott van. Gyere ide! Gyere ide! Gyere ide! Hát amúgy lehet, hogy erőteljesen meg kéne rákiabálnom. De az a baj, utána meg fog fájdulni a torkom. Vajá? Szerinted ideig odaig RPG rakéta jó lesz? Hú, de gyorsan megy, ez mesztelen? Négd, hát mit csinálsz? Hát mit csinálsz így mesztelenül? Hát ez borzasztó. Na. Már hogyha én mesztelenül... Mivel, mit kell nyomni? Z betű? Attól függ, hogy Y az nem baj. Na. Ezt kell felhívni? Vagy szólni? Nem tudom. Gyorsan rágjátok már az egerekkel a telefonkábelt. Így van, nyugszik a beteg. Jézus már, remélem a pecsei nem... Na mindegy. Mindegy. Menjünk vissza. Jaj, majd csak kiskutyám, ne jezgessé, mert most én mesztelen embereket szállítok. Tudom, hogy te is haragszol azért, mert ilyeneket csinálok. Hogy mesztelen embereket viszek és nem veled foglalkozok. Ne haragudjál, kiskutyám. Majd rád is kerül sor. Oda rád be kéne úgy menni. Váljon uram. Szépem. Úgy ahhoz képest eléggé szép feneke van. De természetesen I'm 100, 100 per second, 100%-ig hetero. Nem látod, hogy jövök? Nem. Nem is érdekli. Nem tudom, amúgy mennyire zavar ez a... hogy nem 60 meg 50 FPS van. Amúgy most 62 FPS lenne, de... valamiért a Shadow Player baszakszik, és mondom, olyan, mint a asztalról venném fel a játékot, és laggolok én is. Meg így a játék is. És nem is olyan szép, mint kellene lennie. És akkor Mafia első részén ne legyen ilyen, kérem szépen. A többi játéknál úgy minden oké, és csak ennél nem. Pam-pam-pam-pam-pam. Jaj! Nem akarok én ilyet látni. Oké, ő X-es, akkor még van kettő. A mai részben elkapom őket. Megkapom a grabancokat így a nyakukat egy kicsit. Megmasszírozom. Mancini. Valami, mit kell elkapni? Old Widows? Micsoda? Már feláll a hajam. Jöttem be. Oké, és indulunk is. Go to Manci, Motels Room. Mancini. Biztos tele van csótányokkal. Ebeti? Nekem ez kő. Közben esteledik. Nem baj? Menjünk ezzel a ma... bazd meg! Hú, azt olyan szar helyre tettétek! Közben menjünk ezzel a jó kis maffiás perelni állal. Ő sincs ennyire messze. Hú, de kíváncsi vagyok a Mafia 1-ben milyen... zenék fognak szólni, soundtrackek. Az biztos, hogy videóba végigviszem. Egyszer, és utána megint végigviszem így egyedül. Még egyszer. És utána megint majd valamikor, még egyszer. Jaj, már megint itt vagyunk a partnál. Tiri-tiri, wanna be fun. Elég sok pénzünk van. Amúgy lehet, hogy el kéne menni a füvesekhez. Elvileg lesz majd Borát 2, hogy hallottam. Ez szólt a Keresztapa 2-be is. Na majd egyszer lesz Keresztapa 2 végigjátszás is a csatornán. Ha már volt Keresztapa
Speedrun és keresztapa végigjátszás is. Klárikám. Várjál már, ő még segít nekünk? Fünk Quartz Place-nél. Itt van egy szép. Meg egy play, még a Playboy-t is itt hagyta. Ó, ilyen téli Playboy. Nyuszikás. Meg egy üzenetet is. Van. Hey, Marshall. Has Kurt seen anyone? Well, Lincoln, I didn't know he was your type. You skinny. Man needs something to hold on to. I found a lease. French War Department under the name Terra Unger. I bet our Dixie friends found that. Ettől a fegyvertől amúgy félnek? Mondjuk már aztán. Ha vigyázzatok, amúgy nehogy egyszer 50-enek hagyjatok telefonálni, mert csak egy telefon van. Megyünk inkább arra. Aha, all units. Istenem, hogy... Istenem. De átvágunk, mi ez? Középiskola? Tenna voltunk fagyizni, és ott egy igen idősebb bácsi így elég ilyen keresztapás hangja volt, ilyen... Jó az a fagyi! És mondom, ezek az olaszok egyre jobban elterjedtek itten a bácsoló környékén is. A French Ward, az egy kicsit messze van, nem baj. Most már duguljál. Meghallgassa kicsikét ennek a kocsikának a hangját. Egyébként nagyon szépen köszönöm annak a srácnak, aki írt ilyen nagyon hosszú kommentet a egyik Mafia 3 végigjátszás rész alá, hogy nagyon, hogy is mondjam, jó esik neki is, hogy nem a rosszan nézem a játékban, hanem megpróbálom a pozitív tulajdonságait nézni a játéknak. De tényleg én megpróbálom. És még mindig azt mondom, hogyha ez nem Mafia, akkor egy jó játék egyébként. Ez egy nagyon jó játék. És hosszú. Jó, hát elég monoton néha-néha, de a történet nagyon, nagyon mafiás. Amúgy jó, ez is időre megy. Jó, oké. Nem mondom, nem izé, ez a játékra, erre a játékra nem lehet azt mondani, hogy szar. Szerintem. A szar az nem itt kezdődik. Azért elég sok szar játékot játszottam már az évek alatt, de azért próbáltam kerülgetni őket. Nem vagyok én hülye, hogy szar játékokkal játszak. Igen. This is gonna be the final stop of the night, if you get me. Yeah, of course. Jó, elbújtunk ott? Vagy nem? Ó, szerintek eltaláltam? Azt hiszem, nem eltaláltam. Bazd meg! Nézd meg! Na, HP van. HP van? RPG van, nem sokat élünk. Ezek lakadtak. Nem okosok ezek? Jó, de mi? Ezeknek nem használ az altató, vagy mi? A picsa. Nézd meg! Ennek vadásznak kell volna lennie. Te meg jössz velem. Nem fütyül, hanem jössz velem. Így van. Ez az. Pattany, Palkó, Jankó, Csínom, Jankó. Az igen. Jó, engem nem érdekel a polisz. Na. A parfümöt hozzatok, de. Ha a Heatnek jönnie kell, mármint a Need for Speed Heatnek, akkor a Heat jön. Ennyi.
Lincoln Clay és Norbi nem félnek ilyen dolgoktól. Na akkor. Ma este egy kicsit ilyen hűvösebb helyen fogsz, kedves Manci fiam. Ú, ez is jó szám. Ez nem, annyira nem jó, ez nem esett jól. Kedves Manci fiam, egy kicsit hűvösebb helyen fogsz most ma aludni. Ott a cellában egy kicsit ilyen hűvös minden, de nem baj, jó kis izzadt, nem toll nélküli párnával tudok szolgálni. Várjál, össze bemegy a boltba. Mi az? Bocsánat, csak az énem helység, csak az énem helységet kerestem. Bocsánat, bocsánat. A mostanság újra jött a szapora. Nem is jó felemek, mi? Miért erre akartam jönni? Hú, vannak bajok. Na. Yakuza! Mi? Kivámi, erre nem tudunk átmenni. A Yakuza sorozatot próbáltam megszeretni, de egyelőre még nem ment. Pedig nem olyan rossz játék. Nem olyan rossz sorozat. Majd csak odaérünk. Csak tudjátok, ilyen vízben nem szabad ilyenkor esni, mert... Mi? Micsoda? Bounty hunting? A Dixie Mafia? What the fuck is this? Ja, hát a barátok, itt vannak a barátok. A Dixie Mafia az egy borzasztóan paraszt maffia. Nem is, lehet, hogy nem is volt odaírva, hogy maffia. Ők voltak az elsők, akiket kicsit kiiktattuk a főnöküket, ugye, a Vidán Parkban még annó. Az is kicsit borzasztó, hogy ez a végjátszás már lassan 2 éve fut. Volt olyan, hogy volt 4 hónap, hogy nem volt rész. Az ez durva. Ez is durva, hogy konkrétan szanaszéjjel lőtték a kis kocsimat. Valahol le kell térnem az útról. Hát azért már nem fog menni. Amúgy ezek hülyék, vagy mi van ezekkel a Turingerekkel? Nem tudják, hogy a főnökök a csomagtartóban van? Nézd meg, ilyen temetőnél itten bohóckodni kell. Hé! Bassza meg, ennyi volt a történy. Dis-duf! Éjjel! Jó van, ez egy kicsit ilyen. Ezek szét fognak nyírkálni engem. A halottakat nem igaz, hogy nem hagyjuk békén. De sokan vagytok még. Ez kell nektek. Hol van a béke? Hol a béke? Kíváncsiak van. Az igen. Az jó. Szeressük. Ilyenkor ma úgy nincs kedvem játszani. Már a genyóba mész már innen el. Ha nézd már meg. Ott azért nem fog menni. Normális fegyverem nincs. Hova tűnt a csávó? Körözés is. Minden játszik. Jelvileg most vissza kéne menni. Az fasza? Szerintem... Nekem kell ez a... Ja, de akkor már lecseréli. Nem okos? Úgy van, téged is jó meg...
Análoználok. Még Nigru. Azt mondja nekem, hogy Nigru. Kis köcsög, kurva. Azaz, azaz. Most már lose the cops. Közben a csávó amúgy menekül. De nem tudom, hogy merre megy, mert nem látom. Csak a érzési ösztönömre hagyatkozok. Na, ösztönöm. Ösztönöm. Ennyi. Ennyi. Köcsög ez a játék. Baj van vele. Nincs kedvem játszani. Komolyan. Esküszöm. Azt mondja már meg valaki, hogy ezt minek kell megnézni megint. Ez annyira érdekes. Time of my life. Best screen ever. Egyből észrevett. De az kit lő amúgy a csávó, látátok így? Bolond egy kicsikét? Most már visszafele fut. Nagyon lányosan fut. Erre is jó, erre is jó. Az a baj, Lincoln egy kicsit elfáradt. Nem aludta ki magát. Várjál, gyere már vissza. Aha, jó lesz ez így. Köszönöm szépen, hogy kicsit megálltál. Tesó! A Playboyt fel kéne venni. Még el is eres. Na gyere! Kicsit ilyen melegebb helyre viszlek. Az meg anyádat te is. Jó lesz. Na, az egy kicsit melegebb hely. Úgy. Kicsit sötét, mint te. De az nem baj. Nem kell jönni a rendőrnek. Nem kell jönni a rendőrnek, ma mondtam már operátor. Na. Na. Nem buzi az játék. Hova is kell vinni? Valami erre, ugye? Menjünk már akkor arra. Azért érdemes volt $1000 elkölteni. Legjobb, életem legjobb vásárlás ever. Na, legalább jó fele megyünk. Csak még jönnek azok a köcsögök. Aj, Isten, jaj, pont itt a hídnál, pont a híd alatt, a Margit híd alatt. Jó, elég, meguntam. Az meg, a fasz van már itten. Hát takarom, hogy robbantottam volna fel, hát nem is volt ott a közelben. Ne idegesítjük már fel egymást. Nem lesz, szeptember 25-ig nem fogjuk végigvinni így a játékot. Nincs kellem ilyenkor már beszélni, mit beszéljek? Savanyú borkáról? Picsába. Az mit csinál? Na, ez mellé ment. Superlative work. Azt ütlegelem ezt a csávót. Nem akar meghalni.
valaki észrevesz, viszem a csávó, és hogyha a barátom be van rúgva, na, erre nem gondoltatok? Hék. Hát azzal a kocsival megint. Az én sámsonomba befér valami ember? Szerintem nem. De majd mindjárt kiderül. Úgy van. Befér. Na, látod? Érezd magad megtisztelve. Hogy az én kocsim csomagtartójába betettelek. Elvetettelek. Na! Bunkó az a játék? Bunkó. Nem baj, most megpróbáljuk ezt a Dixie Mafiát ezzel a kocsival lerázni. Szerintem ezzel menni fog. Sanity. Na, egyből script. Hello script. Welcome to world. In my world. Várjatok. Kalindja. Úgy én is tudok lőni. Csak hát ezzel altató lövedékkel nem tudom, kit akarok lelőni a izét, esetleg a Lassie-t, de más nagyon nem fogunk ezzel eltalálni. Közben én el is felejtem, hogy rádióállomás kéne váltanom, hogy ne legyen copyright, fasza. Most már lose the cups. Egyik rosszabb, mint a másik. Amúgy nehogy már az a terep, az a kis terepkocsi majd legyen olyan gyors, mint az én sámsonom. Sámson fiam. Boldog négy napot majd. Az szép volt. Ezt én basztam el. Mert azért... Ezt nem akarom elhinni. Melyik játékban volt ez a köcsökség? Volt egy ilyen játék, ahol mindenféle szarkocsi felgyorsult olyan héten, olyan gyors sebességre, hogy azt hittem, hogy pattanásos lesz a nyelvem, ijedtem be. Ez húzós volt, de legalább most nincs nem mesztelen a csávó. Na, Bandon Search. Hú, de büdös. Szállt. Közben édesanyám mondja, hogy pakoljam el a gatyáimat meg az okniaimat. Oké, de hát most Bounty Hunter vagyok. Oké! Bocsánat. Vegyétek úgy, mintha kivágtam volna. Oda nem megyek a mocsárba. Elég, hogyha... Kicsit olyan már a víznek a íze, mint a mocsáli. Kérdeztetek azt, hogy mikor lesz live, meg ilyesmi, nem tudom még. Omelli. Az fia. Jó. El van a gyerek, ha játszik. De legalább meggyógyult a kiskocsi. Hát, nem gyógyult meg a kiskocsi. Jó van. Na viszont, amíg el nem felejtem, mert el fogom felejteni. Kérem szépen. Ide addig letesszük. Pont. Tök. Szupi hely. Na gyere ide, öcskös. Vacsuga. Igen. És milyen special weapons-ök vannak? Aha! Milyen drága már amúgy, Jézus! Rifles-ök? Ó!
Automatic weapons. Ezek is milyen drágák amúgy, nem azért, hogy én vagyok csóró. Ezt majd Burke szívesség után kapjuk meg. Pedig ezt kinéztem magamnak. Én szerintem ezek kurva drágák, ezek a fegyverek. Hol van az én fegyverem? Az elvileg, az ingyenesnek kéne lennie, nem? Nem tudom. Nekem volt egy fasz a G-fegyverem, nem? Hogy mi van? Mert mindent elvesznek az embert, ami jó. Nem tudom, itt elvileg lenni kellene egy G-fegyvernek, legyen ez, jó? A fene se tudja már, hogy mi folyik itt. Itt kéne lenni a G-fegyvernek, hát miért? Borzasztó. Na jó. Kell a pénz. Kell a pénz, még nagyon. Lehetne a kanabiszra kéne költenem a pénzt. Az mit csinál? Az igen. Jézus Mária, már félve. Ja Isten. Ja Isten, már félve kellett a csávótól elmenni. Vagy arra menni. Azért a Bantisér, ezért kapunk pénzt? Vagy valami? Most semmit. Meg vagyunk, itt vagyunk. Ez mi volt? Ja Isten, még jó, hogy nem egy pávián van a bár. Pult. Ton táncolva. Jaj, ezek is ilyen parasztok. Már nem azért, hogy köcsögőjek. Ilyen, várjatok, várjatok, várjatok. Szerintem észrevesz? Falusi süttyúk. Akik hamarabb vágják bele a szívedbe a kés, mint hogy azt mondanák, hogy jó napot kívánok. Jó van, ezt a bácsikát, ezt lelőm. Jaj. Szívesen, de mi lesz a többivel? Táncos meg. Jó az a fegyver. Szerintem ezt a G-fegyvert én loptam valahonnan. De ez is jó fegyver. Tetszik? Na, lehet itt takarítani majd. Hamar leszed itt az ellenfeleket. Az ellens. Jó, hát nem izék Kinder kommandó, mert minden, hanem ezek ilyen falusi süttyók, de kis raboljuk őket. Mennyi? Ó, 43 dollár. Mi a izé a... nem fizettek a pénzért, vagy italért, mi a fasz? Az már majdnem 1000 dollár volt, ha nem látom a légfrissítőt. Te pedig ezt velem. Itt viszont ezt nem vettem még fel. Na. Vanília. Vanília. Oké. Okay. Lábadan nem nyissa ki. Na. Beleteszem a butiba a fejedet. Oda pisülnem kell. Ja, Istenem! A bratyász vigyük már haza. Úgy. Azért levegőt kapjam. Na és akkor elvileg ő az utolsó. És mi most sem a fősztorit visszük. Nagyon zseniális. Come on, sweaty, ooh, no, no. Didu nem vagy egy tűzoltó, get it? Mindjárt vagyunk. A füves helyre csak el kéne még menni. Meg a, nem tudom, valamit vásárolgatni, nem?
Gyűjtsük inkább a pénzt, de hát azt a DLC-t is ki kéne maxolni valahogy. Venni kéne növényeket, meg ilyesmi. Jaj, ezek a női férfi seggek. Marshall. Na, van-e még valaki? Pretty woman. Közben megszagolom magam, illatos vagyok. Szívesen! Szívesen! Kocsit nem adsz. Mi? You complete bounty hunting for Marshall, this is your new ride. És adott kocsit. Hát nézd meg! Hát mint ilyen hamar teljesen a kívánságotok. Hú, meg is nézzük a kocsit. Oho! De mennyire, hogy megnézzük. Bocsi, Samson. Samson. Right? Melyik volt az? Mi volt a neve? Ja. Nem, nem. Melyik kocsi volt az? Exotic? No? Yes? Ez a Smith Murray? Nem, mi? Nem. Leopard? Nem volt Leopard. A füves kocsi. Ezért kéne füvezni. Megkapjuk. Szerintem ez volt, ez a Griffin Bono Sports, nem? Igen. Ő volt. A fene se tudja már. Megnézzük ezt. Majd visszanézem a videóba. Ezt a kurva. Ó! Oh. Hello? Na! Viszont. A füves hely. De itt van egy verseny. Personal best. Hát oda kellene mennünk. Itt a füves. Oda megyünk. A következő részben, of course. Mert már itt a rész vége. Ennyi elég volt, szerintem. De ebben nincsen gépágyú. Mert a gépágyú lenne, az egy baró lenne volna. Pam pam. Parararam parararam. Jó, nem ez lesz a kedvenc verdám. Hova mész? Akkor gyere te. Ez egy ócskavas. Mindjárt szétesik. Ezzel kellene versenyezni. Gyorsabban megy, mint akár egy camping bicikli. A camping biciklinél is gyorsabb. Na akkor sports, ugye nem sports car kell. És itt a én kis kocsim. Ez sports car? A füves? Ez sports car lesz? Ezt megnézem. De itt van a Vito-nak a kocsija. Na még egyszer. Na, ugye? Én is így gondoltam. Tü-tü. Na, mi van? Mit vársz? Te mocsárban úgy sportkárral, nem tudom. Amúgy mennyi verseny van amúgy? 8 verseny van? Az hosszú lesz. Nem baj, van időnk. Mindjárt itt a megjelenés, Mafia Definite Edition, van időnk. Hát egyet mindenképpen, hogy kettőt bemutatunk nektek. Ezért is lehet nyerni egy kocsit, hogyha megcsináljuk mindet. De nem fogom most megcsinálni. Nem, elég egy vagy kettő. Nem most, nem.
Na, akkor ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, jövök a következő résszel, versenyzünk egyet, és utána megyünk és elkapjuk Lou Brother Louis-t Marcanót. Sziasztok, legyen szép napotok.